magyarországi Ferences rendtartománnyal kötött egy stratégiai együttműködési megállapodást a Pécsi Tudományegyetem, amelynek a fő célja a két intézmény közös megismerése a saját befolyásolási területükön, illetve oktatási és hallgatói szolgáltatásokban való együttműködés, kölcsönös oktatócsere, kölcsönös kurzusoknak a kicserélése, a Collegium Seraphicum, amely a Ferences rendtartomány által működtetett pécsi szálláshely, több mint egy egyszerű szálláshely, és a Pécsi Tudományegyetem kiváló hallgatói tanulnak, dolgoznak, élnek, és élik meg a közösséget. Nagyon fontos szerepe van a kollégiumnak általában a megtartó erőben. Olyan értéket teremtenek, amely a hétköznapi értékeken túlmutató örökérvényű alapelveket és értékeket jelent, amely a Pécsi Tudományegyetem számára is jó kamatoztatható, hiszen nekünk a legfontosabb feladatunk a hallgatók megtartása, oklevélhez juttatása. Itt van az intézményünk egy egyetemi felsőoktatási kollégium rendszerváltás óta, itt Pécsen. A rendi közösségünk hosszú évszázadok óta kötődik ehhez a helyhez, és mivel főleg az utóbbi években a kollégiumnak a lakói, azok a PTE hallgatói, ezért adta magát ez a motiváció, hogy lehet ezt az együttműködést szorosabbra fűzni, hiszen számos olyan közös pontja van az egyetemnek és a kollégiumunknak, amit ki lehet aknázni a hallgatók javára. Kölcsönösen azt, amink van, megosztjuk. Például, hogyha a szakkollégiumnak van olyan programja, vagy a rendtartományunknak van olyan adottsága, amit az egyetem tud alkalmazni, illetve hogyha az egyetem oldaláról van olyan adottság, ami pedig a kollégium szakkollégiumi programjába beleillik, akkor ezt így kölcsönösen meg tudjuk osztani. Akár egy professzor meghívása a szakkollégiumba, akár Ferences rendtartomány részéről részvétel az egyetemnek, akár a lelkészi, okumenikus lelkészség, amire lehetőséget biztosít már évek óta a kollégium, amiben beletartozik, akár lelkigondozói szolgálat is.